Újra itt a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Köszöntöm Önöket, én Kocsisen Brigitta vagyok. A mai adásban a végtelen világűrtől egészen a bitnyi adatokig jutunk, közben pedig egy csomó más tudományos érdekességgel ismerkedünk meg. Mutatom is, mire gondolok. Minden műsor egy helyen. Ellátogattunk a Nemzeti Audiovizuális Archívumba. RoboCup világbajnokság. Magyar lányok az élmezőnyben. Digitális tudás, tananyagfejlesztés informatikus hallgatók részére. Galileo, alakul az európai navigációs rendszer. Adatmentés egyszer egy, csak semmi barkácsolás. A Nemzeti Audiovizuális Archívum 2006. januárja óta gyűjti, rendszerezés, tárolja a közszolgálati rádió és tévécsatornák, valamint az RTL Klub és a TV2 magyar gyártású, illetve magyar vonatkozású műsorait. Felvétel előtt próbaképpen beütöttem a NAVA keresőjébe a Novum címét, és láss csodát, az elmúlt heti adásunkig mindent megtaláltam. Most megmutatjuk, hogy mindez hogyan is működik a gyakorlatban. Hogyan fér meg egyetlen helyen Kudlik Júlia Győzike meg a TV Maci? Digitalizálva. Egy olyan archívumban, amely a hagyományos könyvtárak köteles példányrendszerének mintájára gyűjti az összes országos földfelszíni terjesztésű televízió és a közrádiók magyar vonatkozású és magyar gyártású műsorait. 2006-tól a mai napig eltelt minden pillanatnak körülbelül a 60-70%-a ebben a tárolóban benne van. Ez azt jelenti, hogy közel 6 évig tartana, ha valaki együltő helyében nézné végig az összes eltárolt műsort, méghozzá reklám megszakítás nélkül. Szerencsére az egyszerű user cizellált katalógus rendszerben irányított módon kereshet a Nemzeti Audiovizuális Örökség jelenlegi tartalmaiban, a napi rádió és tévéadások mellett különböző tematikus gyűjteményekben is. Ilyen gyűjtemény például az SZF-nek, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek a régebbi vizsgafilmjei, 100 magyar játékfilm, illetve MediaWave fesztiváloknak a filmjei, és folyamatosan próbálunk különböző együttműködéseket kötni intézményekkel, hogy további gyűjtemények jöhessenek létre. A célirányos múltba nézés csupán néhány kulcsszót és pár másodperc türelmet igényel, az adás pedig egy adatközpontból érkezik. Nézzük, mi történik a szigorúan őrzött kulisszák mögött, mi alatt a felhasználó a videóra vár. Ha például egy videót nézünk a Navahu oldalon, és rákattintunk egy műsorra, amit megtaláltunk, és mondjuk esetleg az 2013 vagy régebbi műsorról van szó, akkor egyből feldobja azt a figyelmeztetést a rendszer, hogy ez a műsor gyakorlatilag szalagon van, és innentől kezdve vissza kell töltenünk. A kérésünk az eljut egészen a szerverekig, ahol feldolgozásra kerül, és utána pedig egy szalagos adattároló robot az, ami elvégzi helyettünk a munkát. A robot kiválasztja azt a megfelelő kazettát, amin a mi műsorunk van, amit meg szeretnénk nézni, azt visszatölti, berakja egy lejátszóegységbe, és onnan nem mint videó kerül vissza a rendszerbe, hanem mint adat. Egy ilyen szalag, ami ebbe van, az egy úgynevezett LTO-6-os szalag, ami 2,5 terabájt méretet jelent. Ebben a szekrényben gyakorlatilag 2 petabájt tároló rész található, amiből most jelenleg másfelet használunk. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 300 ezer DVD-nek megfelelő hely áll rendelkezésre, amit ki tudunk használni, és a videókat tudjuk rajta tárolni. Maga az adathalmozás csupán egyetlen csepp a tengernyi problémából, amelyek a digitális honfoglalással járnak. Az információtechnológiai felkészültség mellett villamosmérnöki, kommunikációtechnológiai és természetesen médiainformatikai szakértelem szükséges ahhoz, hogy a broadcast műsorszórásból kereső kifejezésekkel ellátott fájlok keletkezzenek. Ebben a pillanatban az archívum bemeneti rendszerét látjuk, hogy mi az, ami éppen rögzítésre kerül. Ez az, ami most az éterben, a földfelszíni műsorsugárzásban kijátszásra került, illetve ami a kábeles szolgáltatótól jön jel. Ebben a szerverszekrényben látható a bemeneti rendszer, aminek az a feladata, hogy a földfelszíni műsorsugárzásból olyan csomagokat készítsen, ami a szerverek számára értelmezhető. A feldolgozás ott kezdődik, hogy a rögzített napi felvételt az archivátoroknak először is műsorokra kell bontani, hiszen ez egy 24 órás adatfolyamot jelentene, és miután
az adott folyamat nem tudják végignézni, ezért kulcsképek alapján tájékozódnak, kijelölnek benne belépő és kilépő pontokat, ezáltal definiálnak egy műsort. Ezután történik a műsor feldolgozása, ami azt jelenti, hogy metaadatokkal látják el. Ilyen például a cím, a leírás, vagy éppen egy kulcsképhez tartozó személynek a felvitele. A rendszer erről már tudni fogja, hogy ez egy létező személy, akit feldolgoztak, tehát nem fogja az összes hasonló karakterlánccal rendelkező találatokat kilistázni, csak azokat, amiben a beírt karaktersorozat mint személy jelentkezik. Ha azt hinnénk, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések e ponton lezárulnak, tévedünk. A szerverszobán túl és a felhasználó számítógépén innen ugyanis ott húzódik még a tartalmak sugárzására vonatkozó jogszabályok kényes mátrixa is. Sajnos nem minden tekinthető meg szabadon, van, amit korlátozni kell, legfőképpen azért, hogy ne készülhessen róla semmiféle másolat. Azonban ezen tartalmak megtekintéséhez létrehoztunk országszerte navapontokat, több ezer ilyen pont található. Navaponttá válhat bármelyik közoktatási vagy oktatási intézmény, audiovizualitással foglalkozó szervezetek, alapítványok, illetve a legfontosabbak például a könyvtárok, akár nagy országos, akár helyi könyvtárok is minden navapontok lehetnek. A nemzetközi összehasonlításban is fehér hollónak számító, a görögöknek és intézményi mintát adó hazai rendszer csupán egyetlen dologra nem tér ki. A nélkül tárolja és teszi közkincsé a napi 250 gigabájttal növekvő adatmennyiséget, hogy értékítéletet alkotna róla. A valóságsók, a híradók és a magazinműsorok méltatása már az utókor dolga lesz. A RoboCup, vagyis a Robot Kupa egy kutatási-oktatási projekt, amelyet 1997-ben indítottak útra. Célja, hogy összemérjék és serkentsék a robot kutatásokat és fejlesztéseket szerte a világban. Papcsák Nóra, Jakab Ágnes és Por Fanni a Nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Baptista Általános Iskola tanulói. Ők azok, akik a robotika világbajnokság idei versenyen az előkelő negyedik helyet szerezték meg, maguk mögé utasítva Japánt, az Egyesült Államokat és a tavalyi győztes horvátokat is. Ezt a robotot programozni kell számítógépen, és hogyha kész a program, a processzorjára kell rátölteni. Ezen a roboton található kettő fényszenzor, egy ütközésérzékelő, három ultrahangszenzor, egy infra, kettő motor és egy elosztó, szenzorelosztó. Ezzel a szerkezettel vett részt a 10-15 éves korosztály számára rendezett RoboCup Junior világbajnokság idei brazíliai döntőjében a Nyírbátori Általános Iskola csapata. Az előkelő negyedik helyezést elérő lányok és felkészítő tanárok már rutinos versenyzők, nem először vesznek részt a versenyen. A csapat folyamatosan már idén harmadik éve foglalkozik ezzel a menekítő robotoknak a fejlesztésével. Ez már az ötödik menekítő robotunk, amivel versenyeztünk, mindig fejlesztettük, tökéletesítettük az előzőt. Az ilyen robotokat éles helyzetben, földrengések és más katasztrófák esetén használják, főként emberek mentésére. Több kategória létezik, egy ilyen versenyen van foci, tánc és menekítő, de a menekítő robotoknak a társadalmi jelentősége és maga a szellemisége az egyaránt megragadja a csapatot, ugyanis ezek a robotok, ezek a versenyek szolgálnak majd alapul ahhoz, hogy később talán ezek a gyerekek majd felnőttként igazi menekítő robotot programozzanak vagy építsenek. Igazából ez egy modern technológia, és ez így igazság szerint újnak számít, és ez így meg fogod venni. Egyszerűen ez érdekel, ezt szeretnénk csinálni későbbiekben is. Amire lesz is lehetősége a lányoknak, hiszen az iskola tanulói eddig 40 országos és 3 világversenyen két nemzetközi dobogós helyezést tudhatnak magukénak. Az igazi nagy megmérettetés előfeltétele a hazai minősítő verseny megnyerése. Erre a felkészülést már az 5.-6. évfolyamon elkezdik.
megvannak az általános iskolás korosztály számára az életkori sajátosságoknak megfelelő eszközkészletek. Kifejezetten nagy része LEGO alapú eszközökből épül, valamint létezik a robotok programozásához számukra megfelelő grafikus felület, és ennek segítségével tudják ezeket a robotokat ilyen szinten, hogy autonóm módon képesek legyenek egy mentési feladatot végrehajtani, ezzel tudják beprogramozni. Negyedik év végén tanár úr felajánlotta, hogy foglalkozhatunk vele, és akkor egyik nap nyáron bementünk, és úgy megtetszett nekünk, és azóta minden nap foglalkozunk vele. Szerintem nem számít, hogy lányok vagyunk, mivel az eredményeink megmutatják, hogy ugyanúgy helytállunk ebben is, és hát mi egyszerűen ezt szeretjük, és ez a hobbink. A lovak hasznosítása a lovasterápia egyre népszerűbbé válásának következtében kibővülni látszik. A hipoterápia a ló több dimenziós mozgását használja a sérült emberek rehabilitációja érdekében. A projekt 2004-ben indult, 2012-ben értünk a végére, és eredményeképpen sikerült egy olyan mozgáselemzéses módszert kidolgozni, mely segítségével a terápiára alkalmas lovat objektíven viszonylag meg tudjuk mérni és ki tudjuk választani. Ez egy hatalmas lehetőség azok számára, akik terápiával foglalkoznak, lovas terápiával foglalkoznak, hiszen nem kell külön tenyészteniük nagy költségeken lovat kimondottan erre a célra, hanem a meglévő lóállományával, ezen előtanulmányi, illetve elővizsgálati eredményeket felhasználva képesek lesznek már kiválasztani a terápia különböző ágaiban felhasznált egyedeket. Az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatójaként 2004-től kezdtem el foglalkozni lovak mozgáselemzésével. A munkánk során arra fókuszáltunk, hogy a hipoterápia szempontjából minél hasznosabb információval szolgálhassunk a hipoterapeutáknak. A hipoterápia során a mozgásátvitel kulcspontja a ló hátának a ülőfelületi része, melynek mozgása eszenciális a hipoterápiás munka szempontjából. A munkánk során az volt a cél, hogy a hipoterápiában dolgozó lovak mozgásának elemzésére egy olyan objektív módszer dolgozzunk ki, mely lehetővé teszi azt, hogy a különböző terápiás helyzetekhez, illetve különböző érintettségű mozgássérült páciensek számára más testalakulású és mozgásminőségű lovakat ajánlhassunk. A kutatás során felmarkerezett lovakról digitális videófelvételeket készítettek egy előzőleg kalibrált mozgástérben. A későbbi mozgáselemző szoftverrel végzett elemzés során a két kamera azonos időben készített felvételeit összetranszformálták. Így a markerpontok elmozdulásait a tér mindhárom irányába milliméteres pontossággal követni tudják. Ezek után a hipoterápia szempontjából lényeges mozgáskaraktereket meghatározták, és a terápiás hatásaikat összegyűjtötték. Véleményük szerint a hipoterapeuták videóelemzés segítségével objektíven választhatják ki a legmegfelelőbb lovat. A kutatás nagyban segíti munkánkat, segít a terápiára alkalmas ló kiválasztásában, illetve a különböző sérülésű gyermekeknek a legmegfelelőbb ló megválasztásában is nagyon-nagyon sokban hozzájárul. Mivel rendkívül sokféle gyermekkel dolgozunk, és sok esetben előfordul, hogy a gyógypedagógiai sérülés mellett valamilyen mozgássérüléssel is rendelkeznek a gyerekek, így nagyon fontos a kutatás, hogy segítse a munkánkat. Széles a terápiára indikálható gyerekek köre. A csoportban található tanulási nehézségekkel küzdő, magatartási problémával küzdő, valamint hiperaktív fiatal is. A javulás a sérülés és életkor függvényében látható. Pár hónap után már jelentős változás tapasztalható. Ez a program attól egyedülálló, hogy nem a négy fal között történik a terápia, hanem akár baráttal együtt vesznek részt a képzésben a gyerekek. Új digitális tananyagokkal oktatják szeptembertől az informatikus hallgatókat az ELTÉ-n, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Műegyetemen. Az összesen 4 milliárd forintos költségvetésből több mint 50 új tananyagot fejlesztettek az oktatók, amelyet a jövőben évente 5000 diák használ majd tanulmányai során. Egy TÁMOP tananyagfejlesztés és képzőképzésre pályázaton nyert mind a két
projektünk. A projekteknek az a célja, hogy online tananyagot fejleszünk az ELTE, a Budapesti Műszaki Egyetem és a PPK-nek hallgatói számára. Ezeknek egy része angol nyelven készül el, amit a külföldi hallgatók is tudnak majd használni. Az egyik tananyag, aminek én voltam a vezetője, az főleg arra koncentrál, hogy egy nemzetközi konzorciumban elindult új mesterképzés, ami az ELTE-n elindult, ahhoz készítsenek tananyagokat. Tehát ezek mindegyike angol nyelven készült tananyag, és mindegyik egy teljesen új tématerületet próbál lefedni, és ehhez álltak össze oktatói csapatok, akik kidolgozták ezeket a tananyagokat. 8 európai ország 19 vezető egyetemével együttműködve készültek el az angol nyelvű jegyzetek. A másik projekt esetén az ELTE, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikus hallgatóinak már meglévő kurzusaihoz készültek el tananyagok. Ugye itt 44 tananyag készült el, tehát elég sok tárgyat le tudunk ezekkel fedni. Összesen a két projekt esetén 61 tananyag készült el, és ezzel körülbelül számításaink szerint a nálunk lévő hallgatók majdnem mindegyike fog találkozni ezek közül néhányal. Eddig is voltak olyan tananyagok, amiket az oktatók használtak, de most egy nagyon összeszedett, nagyon rendszerezett, nagyon egységes körben elkészült tananyagról van szó, amit nem csak az ELTE-s oktatók, hanem és ELTE-s hallgatók, hanem más egyetemek hallgatói, oktatói is tudnak használni. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó tananyagbázis a oktatási közösség számára. A tananyagok bárki számára letölthetőek, megtekinthetőek, tanulmányozhatóak lesznek. Ingyenesen elérhetőek lesznek a tankönyvtár.hu portálon, a többi hasonló támok tananyagfejlesztési pályázatnak az eredményével együtt. Ezért bárki, aki ilyen témákörökben éppen tanulni szeretne, legyen az akár egy munkanélküli, aki valami nevér, azt egy ilyen tananyagot elsajátítva esetleg az elhelyezkedési esélyeit javítani tudja. A tananyagokat képpel és képleírással látták el. A videóanyagokat feliratozták, egy felolvasó program segítségével pedig a fogyatékkal élők is könnyen elsajátíthatják. A tananyagok oktatásba való integrálása elsődleges szempont. Most van egy bázis, egy alapanyag, amit lehet használni, amit lehet ilyen kevert tanulási módszerekkel a hallgatók számára nyújtani, tehát hogy egy részét az anyagoknak az oktató elmondja a tanteremben a hallgatók előtt, egy másik részét a hallgatók pedig otthon saját önálló feldolgozás alapján tudják elsajátítani. Az önálló megértést és az órára való felkészülést online tesztlapok és munkafüzetek segítik, amiket a tananyagok mellett évente frissítenek és javítanak, ha kell. Elindultunk egy úton, aminek az eredménye az, hogy minél több tananyag megjelenjen így, vagy akár minden kurzushoz legyen olyan tananyag, ami online is elérhető lehet. Ehhez megpróbáltunk segítséget is kidolgozni. A projekt folyamán egyrészt kidolgoztunk egy szerzői rendszert is, amivel akár nem informatikus szerző is tud online tananyagot készíteni. Másrészt egy módszertanit is kidolgoztunk, hogy szerintünk hogyan érdemes ilyen tananyagokat fejleszteni. Tehát összeálltak ezek a oktatói csoportok, nemzetközi kapcsolatainkat nagyon jól tudtuk erősíteni ezáltal, tehát azt gondolom, hogy ennek lesz még folytatása, és egyre jobb és jobb tananyagok fognak tudni születni. Az egyetemek célja az oktatási színvonal növelése, minél magasabb nemzetközi szintű oktatás nyújtása a hallgatók számára. A tananyagok szeptembertől a tankönyvtár.hu-n lesznek elérhetőek. Ha azt mondom GPS, mindenki tudja, hogy a közlekedés segítő helymeghatározó műholdrendszert értem alatta. Azt viszont már talán kevesebben tudják, hogy az amerikai GPS, illetve a hasonló feladatot ellátó orosz GLONASS és kínai Beidou is az illető ország hadseregének fennhatósága alá tartozik. Nemzetközi konfliktusok esetén pedig ez a tény bizony gondot jelenthet. Éppen ezért határozta el az Európai Unió, hogy saját, független helymeghatározó rendszert épít ki. A már keringő és működő 4 műhold mellé a közelmúltban 2 újabbat állítottak pályára. A tesztek biztatóak, a rendszer remekül működik, már csak a megfelelő mennyiségű műhold pályára állítása van hátra. A világ első polgári irányítású navigációs rendszere 27 működő és 3 tartalék műholddal várhatóan 2019-re éri el a teljes lefedettséget. 90-es években merült fel annak az ötlete, hogy Európának is kellene egy saját ilyen helymeghatározó rendszer. Azért, mert egyrészt stratégiai jelentősége van, másrészt a gazdasági fejlődést nagyon elősegíti, hogyha van egy saját műholdas helymeghatározó rendszere egy országnak vagy egy országcsoportnak. Nagyjából 2008-ra kellett volna kész lenni a teljes műholdrendszernek, ami azt jelenti, hogy 30 mesterséges hold kering a föld körüli pályán. Ehhez képest most 2014 van, és eddig 4
mesterséges hold kering, és a hétvégén próbáltak indítani újabb kettőt, ami nem lett teljes siker, mert a műholdak rossz pályára álltak. Ez azt jelenti, hogy nem érték el azt a pályamagasságot és azt a pályahajlásszöget, ami az ő számukra meg volt határozva. Ami pedig azért fontos, mert amikor a navigációs berendezést elkezdjük használni, akkor annak látnia kell legalább 4 vagy több műholdat. Így válik lehetővé a pontos hely meghatározás. Valószínűleg, bár még ezt nem még számolják, de valószínűleg nem fogják tudni őket megmenteni, tehát ez a két műhold kárba veszett. Új műholdakat kell majd párállítani. Egyébként ez amúgy is ez a terv, tehát ezeket folyamatosan állítják pályára, kettessével, vagy talán jövőre négyessével is, más hordozórakétával. Tehát addig, amíg el nem érjük a teljes kiépítettségét ennek a rendszernek, ami 27 műhold plusz 3 tartalék, amit bármikor bevethetnek, hogyha egy elromlik. Tehát amíg ezt el nem érjük, addig ezeket folyamatosan újra bocsátják föl, sőt később is, mert a műholdnak is van egy szavatosság ideje, egy idő után tönkre megy, és akkor pótolni kell, tehát hogy fönnmaradjon ez a rendszer, rendszeresen kell utána évente néhány új műholdat gyártani és pályára állítani. Tehát ez a mostani fiaskó, ez csak annyit jelent, hogy kicsit tovább késik a teljes kiépítése a rendszernek. A szakemberek persze bíznak a sikerben. A hiányzó műholdak fellövése után a rendszer finom hangolása és a 100%-os üzembiztonság elérése jelenti a következő évek legfontosabb feladatait. Szükségünk van pár évre, hogy kiépítsük a teljes rendszert. Még több mint 20 műholdat kell fellőnünk, hogy biztosítani tudjuk a tervezett szolgáltatásokat. Ebben az évben még 4 műhold csatlakozik. Úgy tervezzük, hogy 3-4 fellövésünk lesz évente. Így a következő 2-3 évben feláll a teljes rendszer. And with this we can deploy the full constellation over the next 2-3 years. Hűséges nézőink tudják, hogy hetek óta foglalkozunk digitális adataink tárolásával, védelmével. Azonban néha minden elővigyázatosság ellenére is elveszhetnek adataink. Ilyenkor a kétségbeesés és a pánik helyett érdemes profi adatmentő cégre bíznunk a helyreállítást. És hogy mit csinálnak a szakemberek? Már is mutatom. Életünk során szinte biztos, hogy tűntek már el digitálisan tárolt adataink. Telepítettünk egy vírusos szoftvert, leejtettük az adathordozót, vagy éppen leöntöttük a laptopunkat egy csésze kávéval. Ha elvesznek adataink, a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba, ne próbálkozzunk, ne barkácsoljunk, hiszen biztosan nagyobb kárt fogunk okozni azzal, hogy megpróbálunk egy számunkra nem ismert rendszeren olyan beavatkozásokat végezni, aminek nem tudjuk a kimenetelét, csak hisszük, hogy jobb lesz. A helyes eljárás, ha értékes adatainkat, és itt ugye az adatértékéről beszélünk, nem az adathordozóról, megbízható, nagy tapasztalattal rendelkező adatmentő cégre bízzuk. Na de mi is történik az adathordozónkkal egy adatmentő cégnél? Az adatmentési folyamat során a legelső lépés, hogy ügyfélszolgálatunkon a lehető legtöbbet megtudjuk az adatvesztést körülményeiről. Megtudjuk azt, hogy pontosan milyen adatokat keres a felhasználó, mi történt az adathordozóval, történt-e próbálkozás, mert sajnos gyakran történik. Ezután az adathordozó az adatmentési laborba kerül, ahol az adatvesztés és az eszköz típusától függően eldöntik, milyen eljárással dolgozzanak. Merevlemezek mechanikai hibái esetén például csak tisztatéri laboratóriumban kezdhetnek munkának. Tisztatérnek azt a környezetet nevezzük, ahol tudjuk, hogy hány darab és mekkora lebegő részecske van a levegőben. Miért is fontos ez? Mert a merevlemezekben az író-olvasó fej alig néhány nanométer magassal repül egy forgó mágneses lemez felett. Ez a távolság, ez ma 5 és 15 nanométer között van. Egy átlagos részecske, ami a levegőben repked, hívjuk porszemcsének, ez körülbelül 1000-szer ilyen nagy. Ez azt jelenti, hogy nem lehet egy merev lemezben egyetlen egy darab részecske sem. Ahhoz, hogy mi ezt garantálni tudjuk, ehhez kellett építenünk egy olyan tiszta terű laboratóriumot, ahol kinyitva a merev lemezt, nem tesszük tönkre a koszos környezettel. Az adatmentési folyamat utolsó lépése, hogy a lementett fájlokat egy új adathordozóra másolják, majd visszaadják a megkönnyebbült felhasználónak, általában 3-6 napon belül.
A sikerességi arány 80-82%, amin csak ronthatunk azzal, ha nem megbízható cégre bízzuk az adatok visszaállítását, esetleg sokat ígérő adatmentő szoftvereket telepítünk a gépünkre, vagy önjelölt MacGyverként nekiesünk az adathordozónak. Ne felejtsük el, hogy az adatmentés egy szakma. És ahogy műteni se kezdünk el otthon, így értékes adataink megmentését is bízzuk profi szakemberekre. Mai adásunk véget ér, de egy hét múlva újra várjuk Önöket. Ráadásul nem csak 9 órától a tévéképernyőkön, de 11-től élőben a Millenáris Parkban megrendezésre kerülő közmédia napján is. Adásainkat természetesen továbbra is visszanézhetik a Duna TV videótárában, vagy a www.novumtv.hu oldalon. Kövessenek minket Facebookon is, hogy az elsők között értesüljenek a legfrissebb tudományos érdekességekről. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig várjuk e-mail címünkre, az infokukac@novumtv.hu-ra. Én búcsúzom, élvezzék el nyár utolsó napjait, viszontlátásra! A műsor az Új Széchenyi Terv keretében a magyar kormány támogatásával, a Kutatás és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg.